Központi ballagás, elbúcsúztatták a végzős középiskolásokat a Városházán. Állásbörze, széles kínálat várta az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetemen. Felújítás visszanyerte régi pompáját a kálósemjéni kálai kúria. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Központi ballagási ünnepségen búcsúztatták a város végzőseit. Nyíregyházán hagyomány, hogy a középiskolásokat a Városháza dísztermében köszönti a város polgármestere az iskolai ünnepségek előtt. Fanfárral ünnepelték a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei Nyíregyháza végzős középiskolásait a Városháza dísztermében. A megyeszékhelyen már hagyomány, hogy az érettségi vizsgák előtt a maturandusok beírják nevüket a ballagók kapcsos könyvébe, majd a központi ballagási ünnepségen képviselik társaikat. A májusban kezdődő érettségi vizsgákon 2233 Nyíregyházán tanuló végzős ad számot tudásáról. Bár az oktatási intézményeket nem a város tartja fenn, mégis fontos az, hogy Nyíregyházán minden évben megemlékeznek a ballagókról, és jó tanácsokkal látják el őket a nagy megmérettetés előtt. Számomra a központi ballagás ünnepség az egyik legkedvesebb program. Már ez a múlt héten kezdődött, amikor a ballagók kapcsos könyvébe az összes idén végzett nyíregyházi diák nevét beírták, és ugye ezzel zárul, amikor a legeredményesebb diákokat, tanárokat köszöntjük. És az azért kedves, mert hát a város jövője szempontjából ez talán a legfontosabb, hogy akik most végeznek, hogy képzelik az életüket Nyíregyházára, remélem minél nagyobb számba visszajönnek, azt szeretnék, a minél többen egyetemre, főiskolára kerülnének, aztán utána itt telepednének le. A polgármester hozzátette, az elmúlt években folyamatosan fejlődött a város, és új munkahelyek jöttek létre, amelyek a jövőben lehetőséget teremtenek a mostani diákoknak is. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. A központi ballagásra a végzősök is hoztak ajándékot. Márföldi Bíborka egy dallal emlékezett vissza a középiskolában töltött évekre. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, mert én már másodjára képviselhetem a Kölcsey Ferenc gimnáziumot. Tavaly az egyik osztálytársammal énekelhettem népdalt, most viszont a könnyű zenei tudásomat csillogtathatom meg. Nyíregyháza önkormányzata nem csupán ünnepségekkel kíván a diákok kedvében járni. A város rendezvényeit, sport és kulturális eseményeit azért szervezik, hogy az iskolaváros tanulói kellemesen és hasznosan töltsék szabadidejüket. Ennek érdekében és kiegészítéseként április 22-én indul el a hellonyiregyháza.hu honlap is, amely a város fiataljait látja el hírekkel és információkkal. Több mint 20 cég 100-at meghaladó állás ajánlattal várta a pályaválasztókat és az álláskeresőket a 11. innovációs és állásbörzén. A Nyíregyházi Egyetemen megrendezett eseményen a munkaerőpiaci kavalkád mellett a műszaki és az informatikai piac hazai és nemzetközi eredményeivel is megismerkedhettek a látogatók. Minden év júniusában közel 1000 pályakezdő diplomás kerül ki a munkaerőpiacra, többségük egy nem hivatalos felmérés szerint 75%-uk külföldön próbál érvényesülni, pedig állás lehetőség bőven akadt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Nyíregyházi Egyetemen már hagyományosan megrendezett állásbörze célja, hogy a leendő munkavállalók és a munkáltatók egymásra találjanak. Konkrétan 100 olyan állás ajánlattal érkeznek, amely a jövő héttől betölthető. Az azért eléggé magas szám, és egy fiatal ember számára, egy fiatal hölgy vagy egy úr számára, aki most lép ki az egyetemnek a kapuján, nem mindegy az, hogy a bizonytalanságba lép be, hogy itt megtalálhatja azt az utat, ami később stabilá teszi az életét gazdasági háttérrel és a munkájába ki tud teljesülni. A kínálat idén is változatos volt az állásbörzén, aki akart, már a helyszínen megtalálhatta leendő munkahelyét. Jelenleg 55 pozíciót hoztunk ki, ezek között van olyan, aki az informatika, tehát olyan pozíció, ami az informatikát kell, hogy felkarolja, illetve nagyon sok olyan pályakezdőt várunk, aki angolul nagyon jól beszél, vagy valami más idegen nyelvet mellette.
Az idei munkaerőpiaci kavalkádot a látogatók jó része hasznosnak találta. Nagyon érdekesnek találtam a Legót, az Insolution-ösökkel beszéltem. Szerintem el lehetne helyezkedni, így most elektronikusnak tanulok, elektronikai technikusnak, és ebben az irányban szeretnék majd tovább képezni a tudásomat. Meg van egy évem, hát megpróbálom a legjobbakat kihozni belőle. A börze a kereslet és a kínálat találkozása mellett a képzési kínálat alakulásának irányát is évek óta megmutatja. Ilyenkor azért elhangoznak kérdések, fejlesztésön, ötletek, innovációs lehetőségek, hiszen figyelembe kell vennünk azt, hogy mit kívánnak a vállalkozások, tehát a társadalmi, gazdasági szempontok, milyen képzéseket, képzésfejlesztéseket kínálnak. Tehát nem egyszerűen csak egy ilyen árucsere történik ilyenkor, hanem nagyon fontos, inspiratív szakmai beszélgetések is lefolyhatnak a továbblépést illetően. Néhány éve már az innováció is megjelenik az állásbörzén, idén a műszaki és az informatikai piac hazai és nemzetközi eredményeivel ismerkedhettek meg a látogatók. Kipróbálhatták a telekommunikációs és smart típusú fejlesztések legmodernebb eszközeit is. Az 1920-as évek hangulatát idézve újították fel a kálósemjéni kállai kúriát. A pompás kastélyban az 50-es években gabonát tároltak, most az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a költségvetés forrásaiból nyerte vissza régi fényét. A beruházás értéke megközelíti az 1,2 milliárd forintot. Igen, és most kicsit elvágjuk még, és akkor átadjuk. Átvágták a szalagot, és hivatalosan is átadták a megújult kállai kúriát. A 18. században épült családi kastély visszanyerte régi pompáját, mostantól kívül-belül korhű millió fogadja a látogatókat. Kiállítóterek, rendezvényterek, egy korhű kávézó került kialakításra, korhű játékokat lehet kipróbálni abban az időszakban, amit az 1920-as, 30-as években a akkori gyerekek játszottak, tehát nem tablettekkel játszottak, hanem métával, petanggal és ehhez hasonló kültéri játékokkal. A kálósemjéni kúriát úgy alakították ki, ahogy utoljára az 1920-as években láthatták az emberek. A patinás épületben a kállai család és az egykori Szabolcs vármegye történelmét is megismerhetik az ide látogatók. Erényeik és hibáik, sikeres tetteik vagy kudarcaik megítélése persze a történészek feladata. Egyet viszont biztosan állíthatunk. Személyükben a nemzetért felelősséget vállaló, hazájukat őszintén szerető, javáért munkálkodó, igazi államférfiakat tisztelhetünk ő bennük, akiknek sorsukban végzetük is közös volt. A hazájukért éltek s haltak. A kállai kúria felújítása 1,2 milliárd forintos uniós és hazai forrásból valósult meg. A kálósemjéni átadáson részt vett Úrich Attila is. Nyíregyháza alpolgármestere a Híradónak elmondta, a Szabolcsi megyeszékhelyen jól halad a Benczúr téri kállai ház rekonstrukciója. Az épület a magyar állam közreműködésével újul meg. Ez a beruházás része annak a 100 milliárdos fejlesztési csomagnak, amit Orbán Viktor még 2015 őszén jelentett be Nyíregyházán. Úrich Attila elmondta, a helyi tervtanács megtárgyalta és támogatja a beruházást, így rövidesen kírják a rekonstrukció közbeszerzését is. A cél az, hogy a kálai családtól ajándékba kapott személyes tárgyakat, relikviákat, műkincseket később itt mutassák majd be a nagy közönségnek. Ezeket jelenleg a Nyírvíz palotában lehet megtekinteni, azonban olyan sok van belőlük, hogy egy külön emlékházat is meg lehet velük tölteni. Az alpolgármester hangsúlyozta, a kálai gyűjtemény ráadásul folyamatosan bővül is. Kálósemjénben a család orosi ága újabb ajándékot ajánlott fel a nyíregyházi kálai gyűjteménynek. Az egykori miniszterelnök Kálai Miklós testvérének, Kálai Tamásnak a díszmagyarját és a hozzátartozó összes kiegészítőt kapják meg. Közel 650-en vettek részt a Gyerekképbe elnevezésű gyermekjogi programsorozat nyíregyházi rendezvényén. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban és nevelő szülőknél élő gyermekek egész napos ismeretterjesztő és szakmai programokon tájékozódhattak jogaikról.
Játékok, keresztrejtvények, társas játékok és tesztek várták a gyerekeket Nyíregyházán, a Bem József általános iskolában. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban és nevelőszülőknél élők egésznapos ismeretterjesztő programon vehettek részt, ahol jogaikról tájékozódhattak. A fiúknak labdarúgó bajnokságot is szerveztek, hogy felhívják a figyelmet az egymás iránti tisztelet és az egészséges életmód fontosságára. A Vátszalókon élek, 2014 óta vagyok, október óta vagyok nevelőszülőnél. Szüleim Pest megyében laknak. De ez a rendezvény király. Elsőnek vagyok itt, és ha lesz jövőre, akkor is szeretnék jönni. Az Országos Betegjogi, Ellátott Jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ kiemelt feladatának tartja a gyermekek jogainak maradéktalan érvényesülését. A központ mindent megtesz annak érdekében, hogy a képviselők tevékenységi körébe tartozó gyermekeket a lehető legtöbb módon elérje. Az OBDK 2015-ben indította útjára Gyerekképbe elnevezésű gyermekjogi roadshowját, amelyet 2016-ban is megszervezett. A Bem József általános iskolában kialakított jogpontokon játékos formában szerezhettek ismereteket a gyerekek. Olyan státuszban élnek ezek a gyerekek, akik kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mint a családban élők. Ilyen feladatokon keresztül próbálunk nekik információkat átadni, hogy ha a jogsérelem éri őket, akkor hova fordulhatnak, milyen segítséget tudnak kapni. Ebben nagy szerepet kapnak a gyerekjogi képviselők, akik fogadórákat tartanak, de egyébként, ha kérdés van, kérés van, akkor rendelkezésre állnak mind a gyermekek, mind a szakemberek számára. Az idei program keretében 7 helyszínen tartják meg a programsorozatot, a Gyerekképbe színes gyermekjogi ismeretterjesztő és szórakoztató programsorozat 5. állomása volt Nyíregyháza. Örülünk, hogy a legnagyobb országos rendezvénynek adhatunk ma a helyet itt a BEM általános iskola tornatermébe. Nagyon fontos a gyermekek jogaira és kötelezettségére irányítja rá a mai nap a figyelmet. Egy kis buli, egy kis sport, egy kis ismeretterjesztés, dobprevenció, a Vöröskereszt települt ki kézműves foglalkozás, tehát színes programokkal váltuk a gyermekeket, és nagyon fontos az, hogy a gyermekek jogaira ráhelyezzük a figyelmet, és megvédjük őket a társadalmi behatásaitól. A rendezvényen olyan könyveket is bemutattak, amelyeket meseterapeuta írt és pszichológus véleményezett, és kimondottan nevelőszülőknél élő gyermekeknek szólnak. A mesekönyvek állatmeséken keresztül mutatják be a kicsik jogait. Vagyonvédelmi vetélkedőt szervezett Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Az elmúlt év eredményeit értékelte a Sóstó-Sóstó Gyógyfürdői Polgárőr Egyesület. Kósa Sándor elnök beterjesztésében elfogadták az idei év munkatervét, majd elismeréseket adtak át. Az eseményen részt vett Petneházi Attila országgyűlési képviselő. Tegnap este a Kossuth utcán egy zebránál megálló autóba hátulról belement egy másik személygépkocsi, személyi sérülés nem történt. A Dózsa György és a Sarkantyú utca kereszteződésében motoros elé hajtott egy személygépkocsi és összeütköztek, a vétlen férfit a mentő kórházba szállították. Nyírtelek belterületén az ütközést akarta elkerülni egy autós, mert egy személygépkocsi elé kanyarodott. A vétlen sofőr az árokba hajtott, a balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. Ma reggel a Kossuth utca egyik parkolójában egy autó nyitott ajtajának ment neki egy másik személygépkocsi és összetörte, az esetet rendőri intézkedés követte. A Magyar Közút munkatársai megkezdték a Tiszavasvári úti felüljáró tavaszi karbantartását. A partoldalon füvet nyírnak, javítják a patka és úthibákat, és lemossák a hídszerkezetet, ezért forgalomkorlátozásra számítsanak az arra közlekedők. Vagyonvédelmi vetélkedőt szervezett Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. A családi versenyt a Házhoz megyünk megelőző vagyonvédelmi programsorozat keretében tartották meg. Nyaralni megy a család, ezért otthonukban több óvintézkedést is meg kell tenniük, vagy éppen hazaérnek a munkahelyükről, amikor azt veszik észre, hogy nyitva a lakás ajtaja és bent van egy idegen. Többek között ilyen helyzetekben kellett feltalálniuk magukat azoknak a családoknak, akik részt vettek a nyíregyházi vagyonvédelmi vetélkedőn. Azért jöttünk erre a versenyre, hogy tudjuk, hogy
Mit kell tenni, hogyha betörnek hozzánk? Háromfős családok számára szervezett vagyonvédelmi vetélkedőt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság a programot a Házhoz megyünk elnevezésű vagyonvédelmi programsorozat keretében tartották meg. Célunk az, hogy a lakosságot tájékoztassuk a vagyonvédelem különböző lehetőségeiről, közvetlenül szólítsuk meg őket és tájékoztassuk, mondjuk el azt, hogy hogyan tehetnek a legtöbbet otthonaik és vagyonbiztonságuk érdekében. Nyíregyházán hónapokon keresztül több helyszínen is találkozhattak egy standdal, ahol a rendőrség mellett civil szervezetek, illetve cégek képviselői adtak tájékoztatást betörés megelőzésről többek között. Most ennek a záró rendezvénye zajlik itt a megyei rendőrfőkapitányságon. A verseny résztvevői keresztrejtvény és vagyonvédelmi teszt kitöltésével bizonyíthatták tudásukat, és szituációs játékokon keresztül mutathatták meg, mit tudnak tenni vagyonuk védelméért. A családtagok közösen készültek a megmérettetésre. Közösen először hárman elolvastuk. A lányom olvasta fel az egész mindenséget, utána mindenki megkapta. Az unokám osztotta be az én részemet, hogy mama, neked ezt kell átolvasni, és akkor azt még kétszer-háromszor átolvastuk, meg ma reggel is még olvastuk. De igazság szerint azokat a határozott kifejezéseket azt majd úgy magunktól mondjuk, mert hát azért nem az anyag alapján fogjuk szó szerint értelmezni, hanem ahogy mi ezt érezzük, meg ahogy tapasztaljuk a dolgokat. A legjobban teljesítő csapat részt vesz a verseny Budapesten megrendezendő országos döntőjén. A hétvégi Cigánd elleni bajnoki mérkőzésre készül a Nyíregyháza Spartakusz, a labdarúgó csapat edzésein Rudolf Gergely is részt vesz. A válogatott játékos nyártól szabadon igazolható. Az elmúlt fordulóban idegenben győzött 2-1-re a Spari a Somos Ese otthonában, most a tabella a harmadik helyén álló Cigánd ellen készül a csapat. Az együttes a napokban elhunyt Szálkai Pál szurkolótól szeretne hazai pályán is elbúcsúzni. Én elmentem vasárnap a Cigánd hazai mérkőzésére. Azt kell, hogy mondjam, hogy a keleti csoport egyik legjobb csapatával fogunk találkozni. Én azt remélem, hogy a korábbiakban ellentétben egy olyan csapattal fogunk találkozni, amelyen lehet úgymond a szó klasszikus értelemben futballozni. Nem egy ilyen sündisznó állást választó edzőt ismertem meg az ellenfél mesterében. Nagyon szeretné nyerni. Minden szempontból. A legfontosabb szempont az pedig, hogy legendás spari szurkoló hunyt el az elmúlt héten. Mi a hétvégén idegenben már azt gondolom, hogy mindenképpen emlékeztünk meg rá. De az igazi búcsú az hazai pályán fog következni szombaton délután. A Spari dolgát nehezíti, hogy idegenben a gyakran rossz minőségű pályákon nem tudja a saját játékát játszani, az ellenfelek pedig hátrányban is rendszeresen védekeznek. Minden egyes csapat akár idegenbe, akár itthon, beáll ellenünk védekezni, és védik a 0-0-át, akár az 1 vagy 2-0-át is, amikor már vezetünk 2-0-ra, ugyanazt a védekezést csinálják, amit meccs elején, viszont azt mondom, hogy a legnagyobb ellenségünk a pálya, és borzasztó ezen játszani, Salgó-Tarjáni pálya ráadásul kemény is volt, dadogós is volt, szóval nagyon megnehezítette a dolgunkat. Egy válogatott labdarúgó is a Sparival készül. A nyíregyházi kötődésű Rudolf Gergely nyártól szabadon igazolható, és hogy formában tartsa magát, megkérte a Spartakusz vezetését, hogy az együttessel tréningezhessen. Az sem kizárt, hogy a klub játékosa lesz. Évközben bontottuk fel a szerződést közös megegyezéssel a Videótonnal, úgyhogy most nyárig mindenféleképpen várnom kell az átigazolási időszakot, meg kell várnom, utána pedig majd meglátjuk, hogy alakul a jövőm. Több csapat is képben van, természetesen szívesen jönnék Nyíregyházára, ha úgy alakul, de ez majd a nyár dönti el. Rossz hír a Sparival kapcsolatban, hogy az első diagnózissal ellentétben mégis beszakadt egy izom Szécsi Márk hasfalában. A fiatal játékosra a jelek szerint hosszú ideig nem számíthat a szakmai stáb. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Központi ballagási ünnepségen búcsúztatták a város végzőseit. Nyíregyházán hagyomány, hogy a középiskolásokat a Városháza dísztermében köszönti a város polgármestere az iskolai ünnepségek előtt. Több mint 20 cég 100-at meghaladó állásajánlattal várta a pályaválasztókat és az álláskeresőket a 11. innovációs és állásbörzén. A Nyíregyházi Egyetemen megrendezett eseményen a munkaerőpiaci kavalkád mellett a műszaki és az informatikai piac hazai és nemzetközi eredményeivel is megismerkedhettek a látogatók.
Az 1920-as évek hangulatát idézve újították fel a kálósemjéni kállai kúriát. A pompás kastélyban az 50-es években gabonát tároltak. Most az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a költségvetés forrásaiból nyerte vissza régi fényét. A beruházás értéke megközelíti az 1,2 milliárd forintot. Ezek voltak a mai nap legfontosabb eseményei Nyíregyházán. Sajnos holnap is még szeles marad az idő, mindjárt jönnek a részletek, Híradóval pedig holnap este ismét várjuk majd Önöket. Nézzenek bennünket akkor is, viszontlátásra!